állattartás kedvtelésből, trófeák jogosulatlan birtoklása, hiedelmeken alapuló gyógyítóerő, ritka és különleges anyagból készült tárgyak gyűjtése. Ez csak a 4 leggyakoribb ok, ami a veszélyeztetett fajok kipusztulásához vezet. A vadon élő állatokhoz és növényekhez kapcsolódó kereskedelem éves forgalma elképesztő. Meghaladja a 150 milliárd dollárt, több mint 350 millió egyedet érint évente. A CITESZ nemzetközi egyezménnyel a fajok védelmében. 1973-ban írták alá a Washingtoni Egyezményt, vagy más néven CITES-t, amelyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott. 36 000 állat- és növényfajról van szó, szigorú engedélyekhez kötik ezeknek a fajoknak az importját és exportját. A Nemzeti Nyomozó Irodához bejelentés érkezett. Veszélyeztetett állatfajok engedély nélküli tartásának gyanúja merült fel egy délalföldi településen. A készenléti rendőrség, az Agrárminisztérium és a Nébih munkatársai közösen dolgozzák ki az ellenőrzés részleteit. Egy helyi szervezet, a Natura Mexicana már évtizedek óta dolgozik a helyi sárgaszárnyú ara utolsó mexikai populációjának védelmén, amit leginkább az illegális állatkereskedelem fenyeget. Ezen a területen például szinte az összes fészket kirabolják, a fiókákat kiveszik a fészekből, és azokat eladják az illegális láncokon keresztül a felvásárlókig. Jó napot kívánok! Van-e bejelenteni való vámköteles áru? Honnan jön? Szarajevó. A röszkei határátkelő helyen a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a Magyarországra belépő utasforgalmat ellenőrzik. Hát ezek? Nem adtak hozzá semmit. Hát akkor kirendelünk egy szakértőt, és akkor majd megvizsgáljuk, hogy milyen technősökről van szó. Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül érkeznek a magyar határra azok, akik veszélyeztetett fajokat szállítanak. A schengeni határt átlépve itt találkoznak először komolyabb, alaposabb határellenőrzéssel. Vizsgálat semleges! A természetkárosítás nem darabszámra vonatkozik természetesen, hanem ugye arra, hogy van-e engedély vagy nincsen engedély, amennyiben nem tudják bemutatni a CITES hatálya alá tartozó állatra vonatkozóan az engedélyt, így minden esetben szakértő véleményét kérjük, ami megalapozhatja az eljárásunkat, illetve a följelentésünket. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őrei érkeztek a helyszínre. Hát róluk volna szó, papírokkal együtt átadnám őket. Ők segítenek a lefoglalt állatok pontos meghatározásában. Ezeket a határon előkerült élő állatokat a Szegedi Vadasparknak a természetvédelmi mentőközpontjába szállítjuk, ott megfelelő állatorvosi vizsgálat, illetve karantén körülmények, meg szabályok betartása után ugye gondozzák őket, tartják, vagy felnevelik, de mindenképpen etetik, itatják, gondjukat viselik az eljárás idejéig. Ha letelt az az idő, amit tárgyi bizonyítékként kell az állatoknak eltölteni, visszatelepítik őket eredeti élőhelyükre. Ha tenyésztésből származnak, akkor pedig bemutató példányok lesznek valamelyik hazai állatkertben. Látszólag egészségesek, rendben van. Köszönöm szépen! A Magyarországon őshonos fajok közül jó néhány a CITES hatálya alá tartozik, sajnos ezek közül többre is komoly nemzetközi érdeklődés van. A CITES hatálya alá nem csak állatfajok, hanem növények is tartoznak. 25 000 orchidea, köztük hazai kosborfajok is. 2200 kaktusz, mindegyikük ritka és veszélyeztetett faj. Hatodik éve foglalkozom ezzel a területtel, nagyon sok mindent láttam, sok helyen voltam ellenőrizni, de azt kell mondjam, hogy emberek ilyen körülmények között tartnak állatokat, ez minden képzeletemet felülmúltal mondhatom azt. Térdig, maghéjban jártunk, Szotyolában, egerek mászkáltak a falon, elképesztő bűz volt az egész házban. Az ellenőrzés során a madarak előírásoknak megfelelő eredetét vizsgálták. A tenyésztő minden szükséges dokumentumot be tudott mutatni a helyszínen. A dokumentumok eredetiségét további vizsgálatoknak kell igazolni. Az engedélyeken túl az állatok egyedi azonosító jeleit és a tartási körülményeket is alaposan szemügyre vették a szakemberek. Ez teljesen elfogadhatatlan, hogy ilyen körülmények között Magyarországon bárki állatokat tartson, de nem csak Magyarországon, bárhol a világon. Ennek kapcsán volt itt egyébként a MEBIK, illetve a kormányhivatalnak az állategészségügyi szakterületéért felelős hatósági állatorvos. A törvényi szabályozás lehetővé teszi, hogy ha rossz tartási körülmények veszélyeztetik a védett állatok életét, akkor elkobzásukat és mentőhelyre szállításukat is elrendeljék. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó példája volt a mai akciónak az, hogy az érintett hatóságok együttműködése az elengedhetetlen, hogy ilyen esetekben fellépjünk, és hát megfelelő eredményeket csak akkor lehet elérni, hogyha közösen dolgozunk. Ez lesz, igen. Magyarországon is egyre nagyobb a kereslet egzotikus hobbiállatokra. Előre be nem jelentett hatósági ellenőrzést szeretnénk. Arapapagájokra, kaméleonokra, szárazföldi teknősökre. Szerencsére a tenyésztők és kereskedők többsége betartja a szabályokat és a CITESZ előírásait. Az ellenőrzés részletes lista alapján történik. A szakemberek minden egyes állatot a kiadott engedélyek alapján azonosítanak. Úgy látom, ez egy szlovák madár. Akkor megnézzük. És akkor a gyűrű szám. Ez rendben van. A gyűrűt 3 hetes korba húzzuk rá, ezen van rajta a sorszám, és ez szerepel a tenyésztői bizonylaton. Tehát amikor valaki madarat vásárol, ezt mindig nézze, de tenyésztői bizonylattal azonos gyűrűszámmal vegye át azt a madarat. Sajnos vannak, akik nem tisztességesen kezelik ezeket a dolgokat. Jó estét kívánok! Kesmegyi kormányhivataltól jöttünk. Én meg az Agrárminisztériumból, CITESZ igazgatási hatóság. Mindenképpen az adóbizonylatokat szeretném majd kérni. Egy jegyzőkönyvet szeretnék felvenni. A CITESZ hatálya alá tartozó állatok esetében a vevő felelőssége is fontos. A vásárlás előtt érdemes megismerni az adott faj tartására, kereskedelmére vonatkozó szabályokat. Hasznos tudni, milyen dokumentumokkal kell rendelkeznie. Ha ezeket nem kapja meg a kereskedőtől vagy tenyésztőtől, akkor a későbbiekben ő maga is bajba kerülhet. Köszönjük szépen, rendben voltak az állatok. A tokfajok ikrájából készül a fekete kaviár, emiatt keresettek és nagyon értékesek. Ez okozza, hogy gyakran fordul elő velük kapcsolatban a törvények megszegése. Egy hazánkban egyedülálló kisvállalkozás a szabályok betartása mellett szállít több európai országba tokfélét és ikrát. Itt neveljük az állományunkat. Az állomány 95%-a gyakorlatilag vágótok. A cégünk kezdetek óta rendelkezik ugye védett fajok lévén az ehhez szükséges tartási és hasznosítási engedélyekkel. Köszönöm szépen, rendben vannak. CITESZ hatálya alá tartozó állatfajoknak nem csak az élő példánya, hanem minden egyes része védett. A szabályozás a trófeákra, a csontokra, a tülkökre, a szarvakra, a fogakra, az állati bőrökre, és természetesen az ezekből készült tárgyakra és termékekre is vonatkozik. És sok szép jó napot kívánok, úti okmányát kérem. Szeretném megvizsgálni a csomagjait, legyen szíves elsőként tegye fel a röntgenre. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az érkező utasok vámellenőrzése a zöld folyosón történik. Csomagjait tegye fel arra az asztalra. A CITESZ hatálya alá tartozó állatokból sokféle apróbb ajándéktárgyat készítenek turisták számára. Ezek felismerése tapasztalatot és több éves szakmai gyakorlatot igényel. Az micsoda? Megnehezíti a helyzetet, hogy az érintett utasok legtöbbször nem is viselkednek gyanúsan, hiszen nem tudatos elkövetők. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a megtalált tárgyakat dokumentálják. Érdeklődnék, hogy tudnál részünkre szakvéleményt adni. Egyeztetnek a szakértőkkel, és amennyiben ez szükséges, eljárást indítanak a néha gyanútlan turista ellen. Mindenkit óvaintenék attól, hogy mondjuk a Karib térségből korallokat hozzon magával haza, vagy mondjuk kagylókat, csigákat. Ezek között számos olyan faj van, ami a CITESZ hatályára tartozik, az eljárás elindul ennem, mindenképpen érdemes előre tájékozódni. Ahhoz, hogy védett természeti értékeinket megőrizzük, nem csak a természetben, hanem a hobbi állatok és a dísznövények tartása, az ajándékvásárlás és gyakorlatilag minden tevékenységünk során sokkal nagyobb tudatosságra van szükség.